ovaj sistem smanjuje 65% šalterski rad u Poreskoj upravi. Így foglalta össze röviden az újítás lényegét Saša Dulić, a belgrádi adóhivatal igazgató helyettese. Azt mondja, hogy eddig 205 különböző számlára fizettek be járulékot a vállalkozók. Az újítással ez megszűnik, és az adóhivatal számlájára érkezik majd minden befizetés. Na taj način ćemo da izbacimo preko 12 različitih obrazaca koje je trenutno Poreska uprava prikupljala, što znači da na godišnjem nivou oko 5,5 miliona papira manje u Poreskoj upravi. A Vajdasági Munkaadók Uniójában üdvözlik az újítást, hiszen a gazdaság fejlődését az óriási adminisztráció is hátráltatja. Od osnivanje firme do rada firme, da ne kažem gašenje firme, propraćeno je ogromnom administracijom. Na ovaj način plaćanje poreza treba da se svede na vrlo malo, čak ja bih volio da svede na jedan jedini obrazac i još elektronskim putem, nama će pre svega uštediti ogromnu administraciju. A vállalkozók támogatják az újítást, főként azért, mert megkönnyíti munkájukat. Arra panaszkodnak, hogy nagyon sok időt elveszítenek a tolóablakok előtt, míg rendezik ügyeiket. Kod nás je život se sve ora šalterel, tak kad krenete da nešto plaćate, da li je socijalno, da li je poreska, tu izgubite ne jedan dan, nego celu nedelju, znači dobro se naoštrite i onda krenete u plaćanje. Ovo elektronsko je savršeno, mislim, ipak smo u 21. veku. Az adózás új módját várhatóan 2014. január 1-től vezetik be. A vállalkozók szerint azonban az adóhivatal mellett az önkormányzatoknak is lépni kell és csökkenteni az adót, mert egyre több társuk kénytelen a szürke gazdaságban tevékenykedni.